Ángyán József a kielegyen a föld.hu honlapon nyilvánosságra hozta a legutóbbi állami földpályázatok eredményeit és annak az elemzését. Ezek után a médiában egy rágalom hadjárat indult Ángyán József ellen, illetve az őt segítő Ács Sándorné, az Élőlánc másik elnökségi tagja ellen. A Váralja Szövetség keresett meg minket, hogy kéne tartani egy szimpátia demonstrációt Ángyán József támogatására, és az Élőlánc erre igent mondott. Most csak pár bevezető gondolat. Jelenleg a mi adófizetői pénzünkből segítik ki a nagytőkéseket, az oligarchákat. Ezt nem szeretnénk. Ami most folyik, az nem az, amit Ángyán József vidékstratégiája tartalmaz. Beszélgetni szeretnénk, és egy párbeszédet, egy érdemi párbeszédet arról, hogy mi legyen a magyar földdel, mi legyen a magyar föld sorsa, és hogyan védjük meg azt. Ezért most felszólalások következnek, amik ezt a témát járják körül különböző aspektusokból. Mindnyájan kiállunk Ángyán József mellett és a nemzeti vidékstratégia mellett, amely egy aljas rágalomhadjárat próbál áldozatává tenni. Hasonlóan Ácsné Éva ellen, az Élőlánc elnökségi tagja ellen és a kielegyen a föld.hu honlap ellen is. A bűnük közös. A nemzeti vidékstratégia útjában áll a zsákmányszerzőknek. Tarthatatlan, hogy a magyar vidék érdemtelen oligarchák kezébe kerüljön. Tarthatatlan, hogy egy köztiszteletben álló szakembert, Ángyán Józsefet aljas rágalomhadjárattal hurcolják meg. Mindez szégyen. A Napraforgó blog nevezetű manipulációról olyan információk kaptak szányra, minthogy idézem, Ángyán úr csak a komcsi haverjait féltette. Ángyán úr LMP-s volt, meg SZDSZ-es is volt, meg jobbikos is egyébként. Ilyeneket híreszteltek. Máshol pedig azt terjesztik, azért mondott le, mert állítólag súlyosan beteg. Mindezek rágalmak. Nem a kormány ellen, nem az ellenzék nevében vagyunk ma itt, hanem a magyarságunk nevében, a magyar vidékért. Azért vagyunk ma itt, hogy Ángyán professzor úr programja a nemzeti vidékstratégia mellett hitet tegyünk. Ángyán úr elképzelései szerint és a vidéki választók szándékai szerint a megmaradt állami földek, családi gazdaságok, valamint földművelők által létesített szövetkezetek művelése alá kerültek volna. Nem így történt. Vidékmentő csomagra van szükség, olyan mezőgazdasági politikára, ami helyzetbe hozza a vidéki családokat. Az intenzív iparosított mezőgazdaság, melyet a most kibontakozó nagybirtokrendszer folytat, zsákutca. Miért? Olcsó bérmunkával dolgoznak, a helyi családi gazdaságok bérszínvonalának körülbelül 50%-áért. A tőkeintenzív gépesítés következtében jóval kevesebb, fele egyharmada létszámú embert foglalkoztatnak, mint az azonos területen működő családi gazdaságok. Részarányuk növekedése tehát nem teremt új munkahelyet, inkább megszüntet. A bér- és tőkejövedelem kiáramlik a településről, annak fejlődése leáll, intézményei megszűnnek. Ezek tények, a mai valóságról beszélek. A földtulajdonnak nem a profittermelést kell szolgálnia, hanem az egészséges élelmiszer előállítását, a táj védelmét és fenntartását, és a helyi gazdaság prosperitását. Ma a folyamatok ezzel ellenkező irányba hatnak. A városnak ki kell nyújtani a kezét a vidék felé. Ezzel indítjuk útjára az Élőlánc a földért mozgalmat. Az elmúlt évtizedben több száz millió hektárnyi földet vásároltak fel nemzetközi pénzügyi befektetők, általában olyan feltörekvő szegényebb országokban, ahol a földár a fejlett világbeli földáraknak töredékét teszi csak ki. Ez a fajta nagybirtok szerkezet az olcsó tömegáru termelés irányába mozdítja el a magyar mezőgazdasági szerkezetet.
Ezt a fajta gyarmati gazdasági szereposztást már megéltük egy párszor Magyarországon a történelem során. És ennek az egyik következménye volt az, hogy kitántorgott Amerikába 3 millió emberünk. Nem hiszem, hogy szeretnénk, ha ez megismétlődne. A magyar kormány meghirdetett egy olyan vidékfejlesztési politikát, ami a helyi közösségek, a családi gazdaságok támogatását tűzi ki célul. Ez helyes politika, csak végre kell hajtani. A nyugat-európai átlagos birtoknagyság 30 és 70 hektár között van, és ezek a kis birtokok, családi birtokok virágzanak. Megtartják a helyi lakosságot, megerősítik a helyi közösségeket, fenntartanak egy életformát, jövőt, célt, kilátást nyújtanak a helyi fiatalságnak. A föld nem csak a gazdák, nem csak a vidék ügye, hanem minden egyes magyaré az ország határon belül és kívül. A tanár úr karizmatikus személyisége, szakmai felkészültsége, de mindenek előtt hite és lelkesedése az, ami mindenkori diákjainak követendő példa. Amit ő tanít és képvisel, nemes egyszerűséggel a nemzet megmaradásának az áloga. A kis és középbirtokok, a paraszti gazdaságok megerősítése. A fenntarthatóság és a sokszínűség előtérbe helyezése a pofátlan haszonnal szemben. Ez az, ami megerősíti a vidéket, és gyarapítja a vidéki családokat, akik majd erősítik és önállósítják ezt az országot. Én csak néhány adatot szeretnék felolvasni. Fejér megyében 4887 hektár az összes elbírált pályázat területe, ebből 4256 hektár került a 100 hektárnál nagyobb területet elnyerő 8 érdekeltséghez. 11 településen ez a 8 érdekeltség, közülük valamelyik, minden földet elvitt a helyi gazdák elől. Ezek a cégek már az elmúlt év januárjában alakultak, és beruháztak növénytermesztésbe, akkor, amikor földjük még nem is igen volt. Én megmondom őszintén, hogy mélységesen felháborít az, hogy ezek után lejátszották a pályázati folyamatot, pályázati cirkuszt. A többi 21 nyertes összesen 631 hektárt kapott, és akkor még nem beszéltünk azokról, akik semennyit. Több mint 30 ezer hektáron meg sem hirdették a pályázatot, és ugyanakkor azok a gazdák, akik ezért szólni mertek, azokat cinikus módon a veszteseknek nevezi a miniszter és a kormány, és azt mondja, hát csak a vesztesek kiabálnak. Na most kérdezem én, hogy hogyan lehet nyerni egy olyan versenyen, amit meg se hirdettek? Ezeket úgynevezett megbízási szerződésekkel adták oda, de hogy kinek adták oda, milyen feltételekkel adták oda, miért adták oda, semmilyen információnk nincs. Pedig a közvagyon, az mindannyiunk vagyona, és az nem lehet titkos. Nagyon komoly ellentmondásba került a kormányzati kommunikáció és a valóság. És amikor a kormány arról beszél, hogy 10 és 50 hektár közötti területeket adnak ki, akkor az ember felteszi a kérdést, hogy akkor most tulajdonképpen miről is van szó? Félrevezették a gazdákat. Családi gazdaságoknak adjuk a földet, hangzott el rengetegszer a miniszter úrtól és államtitkároktól, sőt, magától a miniszterelnök úrtól is. De hát akkor most milyen gazdaságoknak is adtuk a földet? Nem arra hatalmazták föl ezt a kormányt, hogy mindent vigyen a saját érdeköreinek. Az országunk sorsát tettük a kezükbe, és ennek a felelősségét én úgy látom, hogy sajnos ezek az emberek nem mérték fel. És a gazdákat, akik felszólaltak az ügyükben, megfenyegették. A NAV-val, egy állami intézménnyel fenyegetik a gazdákat, azzal, hogy tönkreteszi még az unokáit is. Nyilvánosan hangzott el egy ilyen üzenet, több ember is tanúja volt. És ezért kérjük az egész magyar társadalom figyelmét, hiszen ezek a dolgok most dőlnek el. Később már nem lesz miről beszélnünk. Olyan rágalomhadjárat indult be ezek ellen, akik ezt megjelentették,
ami egyszerűen tűrhetetlen, tarthatatlan, és minden eszközzel harcolni fogunk ellene. Én magam vagyok az egyik megrágalmazott, Budai Gyula államtitkár úr. Rólam például azt állította egy nyilatkozatban, hogy 650 hektár földet bérelek a Nemzeti Földalaptól, és nem fizetem a bérleti díjat. Úgyhogy szeretném kihasználni itt ezt a nyilvánosságot, hogy világossá tegyem, hogy egyetlen négyzetcentiméter állami földet sem bérelek, ezért aztán bérleti díjtartozásom sincs. Helyreigazítási kérelmet jelentettem be, a Magyar Hírlap már meg is jelentette a helyreigazítást. Egyetlen egy rágalmat sem vagyok hajlandó eltűrni. Vérlázítónak találom, hogy engem próbálnak meg ilyen vádakkal bemocskolni. Ügyvédeim tanácsára Budai Gyulához fordultam levélben, és megkértem arra, hogy bizonyára tévedett, amikor állításait megfogalmazta, és megkértem arra, hogy ezt 8 napon belül tudassa a közvéleménnyel, ellenkező esetben viszont személyiségi jogaim megsértéséért pert fogok indítani ellene. Lepsényben 600 hektárról van szó. Ezeket a földeket meghirdették másfél nappal ezelőtt egy pénteki napon, hétfőn visszavonták. Azóta se kaptunk rá választ, hogy miért vonták vissza, az már viszont tény. Megkapta az eredeti bért, tehát a Lojtonsági Részvénytársaság műveli tovább ezeket a földeket. Az egész rendszert úgy alkották és úgy írták ki, hogy az nem ott a helyi falun élő emberek, tehát csárgazdálkodóknak a lehetőségét növeli. Olyan feltételeket tettek bele, ami nem tudunk teljesíteni. Mi nem vagyunk vesztesek, és nem is akarunk, és nem is engedjük, hogy vesztesek legyünk. Egy nyilatkozatot olvasnék föl, és ezt a mai alkalmat annak a párbeszédnek az első alkalmának tekintjük, amit ezennel megnyitunk, és ezzel megnyitjuk azt az új földvédő mozgalmat, ami mindaddig fog működni, amíg az itt e pontokban foglalt követelések nem teljesülnek. Élőlánc a földért. A föld Magyarország legjelentősebb természeti erőforrása, amelynek természetes rendeltetése, hogy a magyar társadalomnak mindennapi betevő falatot a vidéki családoknak megélhetést nyújtson. A fenntartható vidékfejlesztés alapja, hogy a helyi erőforrások felett a helyi családok, helyi közösségek rendelkezzenek. Minden ettől eltérő földtulajdoni, földhasználati viszony, földspekuláció a közérdek ellen való, ezért követeljük. Az állami földek bérleti jogára kiírt pályázatok azonnali visszavonását, a közérdeket sértő, a közvéleményt megbotránkoztató pályázati eredmények megsemmisítését, az ezek alapján megkötött szerződések felbontását. A Nemzeti Vidékstratégia célkitűzéseinek maradéktalanul megfelelő új pályázati rendszer kidolgozását a családi gazdaságokkal érdemi együttműködésben. A zsebszerződéseken alapuló földhasználat azonnali felszámolását. A törvénytelenül eladott földek állami tulajdonba vételét és a haszonbérlet nyilvános pályázaton való meghirdetését. Az osztatlan közös tulajdonban lévő földek haladéktalan kimérését. A moratórium meghosszabbításának kezdeményezését a megváltozott globális gazdasági környezetre való hivatkozással, mely a csatlakozási szerződéskor előrelátható viszonyokat gyökeresen megváltoztatta. A magyar föld idegen tulajdonba kerülését megakadályozó törvények haladéktalan meghozatalát. Azonnali nyilvános vitát a földről, a vidék jövőjéről, város és vidék kapcsolatrendszeréről, a használati tulajdonról, valamint arról, hogy a föld ne legyen árucikk, ne lehessen spekuláció tárgya. Elég az oligarchák uralmából, elsőbséget a helyi, családi gazdaságoknak. Arányos és igazságos földhasználati rendszert, gyarapodó vidéki családokat, élő vidéki közösséget akarunk, mert városainknak is ez ad biztonságot. Támogatjuk az Ángyán József irányításával elkészült Nemzeti Vidékstratégiát, és követeljük annak maradéktalan végrehajtását. Budapest, Kossuth tér, 2012. május 10-e, Élőlánc Magyarországért, Váralja Szövetség. A nyilatkozatot alá lehet írni, csatlakozni lehet hozzá a www.varaljaszövetség.hu/02 oldalon.
Köszönjük szépen a jelenlétet!